Hát úgy néz ki, hogy lemegyek CMTS-re két kocsival. Egyik ez a Toyota Supra, ugye, amit körülbelül mindenki ismer. A másik pedig az F10-em, ami kicsit átalakult, azt majd mindjárt meglátjátok, hogy hogy néz ki. Remélem tetszeni fog. És amúgy remélem jól összejönnek a dolgok, meg ilyenek, mert hoztam 5 darab fiszkártyát magammal, hogyha bármi történne. Vész esetben meg ilyenek. Elvileg lesznek valami jó kis jelemények is, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy hogy mint. Ja, meg lesz ilyen gyorsulás, meg elvileg drift verseny is. Hát én azokra nem megyek. Majd menjen, aki akar. Én csak kiállítani viszem a kocsikat. De megmutatom, hogy hogy néz ki az F10-es, mert valahol itt parkoltam le. Nem tudom, hogy miért van itt már ilyen sok nép, amúgy nem tudom, hogyha erre várnak ennyien. De mindegy, itt van az F10-esem. Kapott 1552-es felnéket és egy új színezést is. Remélem bejön nektek. Most az, hogy a felni jó rajta vagy nem jó, az majd időkérdésre, hogy hát ha nyerek valami szépségversenyt vele így, vagy értitek? Na, nem tudom, hogy mi történik. Az előttem lévő F10-et beengedték. Hát, ha beengednek engem is. Kíváncsi leszek. Oké, beengedtek. Elvileg a motoros kell követnem. Szól a copyright ozzá, hogy a franc. Na jó, hát megkértem a srácot, hogy foglaljon a kocsim mellett egy helyet, de azt mondta, nem nagyon tud ebben segíteni. Na akkor majd megpróbálok sietni, vagy legalább elintézni, hogy lehessen ezt így megoldani. Mert azért kéne, hogy egymás mellett legyenek a kocsik, hogyha bármi történik, akkor legyek itt. Na de így néz ki, az F10 is szépen le van ültetve, minden. Remélem, hogy bejövős lesz, és hát ha nyerünk valamit, kíváncsi leszek. FPS-re nem nagyon számítok itt amúgy, amitán tényleg ide gyűl mindenki, tehát az úgy felejtős, hogy FPS itt legyen. Na, meghoztam a Suprát is. Le a kalappal Edem még előtt, nem tudom, hogy pontosan ki szervezte, csak Edemről tudok, de amúgy tök fasza már. Hogy itt pavilonok vannak, meg minden fel vannak osztva a kocsik, azért az úgy durva. Na viszont ez más pavilonba visz, akkor nem lesznek egymás mellett. Ja, hogy GDM-eknek külön pavilon van. Jó, akkor... akkor nem lesznek egymás mellett a kocsik. Lejött a Brutaim-mel a srác, ugye tegnap adtam el neki. Örülök, hogy eljött vele. Lesz majd erről videó, hogy mennyibe adtam el a modalatlanokat, meg az egész befektetésből mennyi pénz jött vissza. Hamarosan. Nem tudom, hogyha észrevettétek, de megdicsérték a kocsimat. Tehát ezért ez most már így izé. És még el se kezdődött. Még azt is nézzük, hogy el se kezdődött. Ki tudja, milyen később. És nem tudom, hogy mi van a Supránál, mert itt vagyok most az F10-nél. Na hát most már tart az egész egy olyan fázison, hogy tényleg most már megteltek, most már eléggé zűrzavar van meg minden. Szerintem amúgy most már tényleg körbe mehetnénk, mert hogyha lesz valami különösebb kocsi, ami nagyon tetszik, ott megállok, és akkor arról ezt egy kicsit megvizsgáljuk, maradjunk annyiban. Úgyhogy szerintem megyek is a következő pavilonba. Igen, körülbelül így törnek szét a kocsik. Még vagy kétszer, háromszor. Jó, beállsz oda. Nekem sincs sok FPS-em, viszont kicsit ügyelek, tudod, hogy most összetört egy limót, meg egy MT-60-at. Hogy ezt tök ilyen eventekre, akkor számítsatok a lagra, számítsatok arra, hogy összetörhetitek másoknak a kocsiját. Például ez a Subaru is már füstöl, nem tudom, hogyha így jött, vagy itt tört össze, de igen, össze lehet ám törni itt a kocsikat.
Eljöttem az oldtimerekhez, mint láthatjátok, épp most állj be egy M5E6-on. Remélem csak megfordulom, hogy... Ahogy így bejövök, már egyből két kocsit felismerek, ez a Broadway, meg az a Broadway. Mindkettő az enyém volt, őket adtam el tegnap. Azt hiszem mindkettőt pont a tegnap. Jó, ezeket nem szokozom, majd lesz erről egy videó, azt majd nézzétek meg. Itt az oldtimer részleg, nem tudom, hogy mit kéne kiemelni igazából. Ez egy nagyon érdekes kocsi, ez a Bel Air. Ez a Ford sem rossz, ez egy Ford. Nem tudom, milyen kocsik ezek. Ford Thunderbird, igen. Ez is elég szép. Viszont én ezt a matricát nem nagyon láttam rajta, és van rajta felhő matrica is, supercharger-es, és fel van szerelve ez a kocsi. Ez a Hemi Kuda gyönyörű. Nem tudom, hogy ez a ki, viszont le a kalappal a tulaj előtt. Nagyon szép kocsit rakott össze. Ez a Chevy-leses 67-es, azt hiszem, ez a rozsdás cucc, ez elég jó pufa kis kocsi. Nem vagyok már ott a modulatlan kocsikba, de amúgy tök szép, meg ritka. Remélem nem egy frakciókocsi. Itt van Levinek a 300-se, ugye? Ami amúgy még mindig szép. Levinek a... Hogy hívják ezt a kocsit? Már is felejtettem, mindegy. Ez is a Levi. Ez a mondható, hogy eléggé szép. Ferrari matricás, meg minden. Látom, egyedi rendszámos is. Itt van egy Bobcat, ez a Markeré. Még mindig megtartotta, látom. Itt van a Broadway, ami most már a Levi. Ez a bogárka tök szép. Tehát ezt így megfigyeltem. És van egy burító is, így végzetül, persze a motor mellett, de a motorokat én nem veszem figyelembe. Úgyhogy ez a Pavilion kb. Ennyi. Ez viszont egy nagyon szép kocsi. Nem tudom, hogy pontosan a ki, de mindig megfigyelem ezt a magyikát. Gyönyörű kis Mustang. Nem tudom, hogy ki a tulaja, de szép kocsia van. Itt van az alsókatos Pavilion. Látom, lehet egy backyardos oda is. Ami amúgy tök szép. És jött egy RX-7-es is. Ez is de szép. Ezek azok. Aztán most még csak egy pár képet. Aztán elvileg lesz egy pár ilyen esemény. Azt hiszem már most van valami gyorsulási cucc, majd megnézem. Beülök egy Suprához, szerintem, mert most más dolgot már nem tudok csinálni, nagyon nagy lag van, és félek, hogy meghalok. Zavarok? Egyiknek ez is a rendszám, a másiknak, figyeljétek. Nagyon jó kis kocsik. Remélem mindkét Supra driftes, mert hogyha nem, akkor az úgy érdekes lesz. Meg van húzva a vonal is, nagyon komoly, össze van rakva. És indulás? Túl hamar indult. Na mindegy, akkor emiatt nyerni fogunk. És nem. Az mit csinál? Nitrózik, hogy olyan gyors? LOL. Hát az, hogy nehogy, nagyon lehagyott, basszus. Na, megpróbálok még máshoz is beülni, hogy azért lássatok több kocsit is. Na, beültünk a Levihez, mert hogy elvileg ő is versenyzik. Az SLS ellen megyünk. Az úgy érdekes lesz. De arra ez nem is egy SLS, az egy R8, csak értek nagyon a kocsikhoz. Fuck! Nem, messze át ellen fog. Nem tudom, mi történik. És rajt. Nitrózik a Levi. Nagyon kilőtt a Lambó, basszus. Ez nagyon gyors volt. Ezzel a Lambóval azért ott lehet hagyni az ember kéket, esküszöm. Nem megyek még Levivel, mert ő eléggé gyors. Azért ott hagytuk. Nagyon nehéz volt ott, hogy 4F10-et, könyörgöm. Az úgy érdekes volt. Igen, nagyon nagy lagok vannak, tehát... Aha, ott hagy azért a végsebesség miatt. Mindegy, azért nem volt egy
egyértelmű nyerés az R8-nak, mert azért tartottam a tempont. Múltkor is kitolta valaki az R8-as, és most megint. Na, mi lett, elaludtál? Ó, oh. Arra nem számítottam. Ad 50 000-et a nyelvés. Szerefin, te bolond vagy? Ne már. Hát köszönöm szépen az 50 000-et. Most mit mondjak? Beültünk ebbe a jó kis Lincoln Town kupéba, azért kíváncsi leszek, hogy teljesít. Hát az 500-et az simán ott hagyja. Ja, gondoltam. És a biciklis, az hogy jött ide be? Peugeot-val is. Az majd nagyon sokan bekerültek ide, tehát hogy előre úgy volt, hogy jelentkezni kell, és nem tudom, hogy most azért engedtek be mindenkit, majd nem jelentkeztek elegen, de gyere, mindenki be van engedve, Peugeot-ban, meg minden kocsi, a biciklivel is bejöttek, robogókkal. Elég összevisszaság van. Ezt amúgy annyira nem adom, mert na, de mondjuk igaz, hogy azért kevés idejük volt. A hirdetésre meg minden, mert hétköznap rakták ki, tehát még egy hét sem volt, hogy lennénk egy pali. Köszi. Köszi, gyerekek. Megrázkódik az ülésben. Hát ez majd egy fix kártya lesz. Jó, többet nem versenyzek, mert most már... Már most elegem van ebből, hogy izé. Olyan gyorsak azok a Lexusok. Jó lenne még egy kicsit versenyezni, de hát, hogyha így laggolnak, akkor én biztos nem fogok ott gyorsulgatni, meg ilyenek. Nem tudom, hogyha itt álltam, de most ide beállok. És elnyomok egy fix kártyát. És így marad csak három. Hogyha még összetöri valaki a kocsit, akkor azt már hagyom úgyis egy szépségversenyig, mert nem lesz elég. No, hát nem tudom már hány órája vagyok itt, szerintem egy 2 vagy 3 órája. Most jutottunk el odáig, hogy most történnek a bírálások, úgymond, a szépségversenyre. Mindenki, aki nevezni akar, az be kell a kocsijába, és hát... Nem tudom, remélem gyerek valamit. Két kocsival vagyok, tehát dupla esélyem van, úgymond. És elsők a GDM-ek, és utána... Mennyit ezt mondták, hogy elsőként a GDM-eket bírálják, aztán majd át kell szaladnom gyorsan az F10-hez, miután ezt befejezik, mert hogy hát igen. Na de majd jelentkezem kicsit később, amikor történnek a hirdetések. Na, most fogják hirdetni a GDM nyertest, úgyhogy be kell állni a kocsim elé. Kíváncsi vagyok, gyerekek, nagyon kíváncsi vagyok. Ezt most így kiropogtattam a kezemet idegenbe. Van itt egy pár szép darab, tehát amúgy szerintem itt ezzel a Supra-val nem fogok semmit se nyerni. Az F10-ben reménykedem, de még ott se annyira. Mindegy, de tényleg nagyon szép kocsik vannak itt. Főleg itt a GDM részlegen olyan kocsik vannak, hogy tényleg megérnek egy... Hát igen. Belekötöttek a narancssárga a Supra-kba, hogy nem illik rájuk a merci felni. Íjjaj! Szívdobogás, meg ilyenek. Az első helyzet, hogy tudom, a Supra korpban esett, de amúgy biztos, hogy nem az enyém. Tudja az a narancssárgot hátul. A narancssárga vagy az LB94. Aha, mondtam, hogy a narancssárga. Hogy a fene vigyel? Grat neki. Ez most nem tudom, hogy ez az első helyezett. Igen, az első helyezett.
Fura, hogy ez egyből az elsővel kezdik amúgy, de mindegy. Gondoltam, hogy előre a harmadikkal, vagy valami ilyesmi. A második helyzet még egy Supra. Legyek én. Nyertem, gyerekek! Második helyzet. Nagyon van, gyerekek. A Suprával nyertünk, ha nyerünk az F10-zel is. Na jó van, gyerekek. Nyertünk egy második helyzetet. Nagyon szépen köszönöm. Pali elővette Coltot. Na. Vajon melyik Subaru fog nyerni? Nem figyeltem a Subaru-kön. De szerintem vagy ez a fekete, vagy ez a szürke? Mert más annyira nincs. Még van ez a fehér ott, de... Hát nem tudom. Nem számítottam őszintén egy Subaru-ra. De igen, a szürke nyert. Na jó, grat neki. Viszont én most átszaladom. Most így megsatszolva, a Beller az biztos fog nyerni valamit, mert amúgy... Tök jól néz ki. Miért állott egy eres hatos? Az a Hemi Kuda is biztos fog nyerni. Aztán nem tudom, hogyha most értékelik a modolatlanokat, de... Van két szép Broadway, mindkettő zenyém volt, ez a Bogárka is szerintem esélyes. De azon kívül nem tudom. Ha meghozták itt is a döntéseket, kíváncsi leszek amúgy. Nehéz lesz megvágni ezt a videót, így most belegondolok. Eddig kb. Felvettem egy órányi tartalmat. Harmadik, most már a harmadik helyzettel kezdik a sorsolás, most már jól csinálják. A harmadik helyzet a Chevrolet. Akkor tudt egy SS 60. Csak én nem látom. Ja, itt van. Na, nem is rossz amúgy, ja. Harmadik helyzetnek elmegy. Nem tudom, az a sárga Hemi Kuda vagy narancssárgás Hemi Kuda kell nyerje. Olyan jó a színe is, el van kapva meg minden. Cabrio jármű. Akkor egy Broadway. Egy Broadway vagy egy Thunderbird? Többi nem Cabrio. Ja, de az Impala is Cabrio. Broadway! Neked neki Joe! Á, TBM 60 nyert. Az is az enyém volt. Ha nem adom el, akkor nyerek vele. Grat neki. Ő is 300 ezeret kapott, mint én. Az Inkucsim csak második helyezettesek? Hát nehogy már. Most nézem, hogy ez a BMX, ez rendszámos. Nagyon komoly. Na, lássuk ki. Jött ki első helyzetre. Még egy Chevrolet. Ja, hogy ez nyert, aha. Gondoltam, hogy ezt fogom úgy nyerni, mert na. Különleges kocsi, amúgy nem tudom, nem nagyon látni ilyeneket. Leütöttem a mikrofonot. És nem nyert a Hemi Kuda. Pedig Csóri Hemi Kuda azért megnyert volna egy második helyet szerintem. Vagy sőt, egy elsőt is megadtam volna neki. Igaz, mondjuk egy különleges kocsi, ez jó, meg minden, de... Vegyített. Hogy vegyített? Mit jelent az, hogy... Ja, hogy hát itt mondjuk igen, összevegyültek a kocsik. Na mindig, akkor megyek, beülök az enyémbe gyorsan. Hogy szalad a nép. Remélem, hogy valahogy amúgy el fognak ide is jutni, mert hogy beálltok elénk, és ez így nem a legjobb. Na hát, nem tudom, hogy meséljem, én sikeresen kifagytam. És most logolok vissza. Szóval... Tudom, hogy a második helyzet az Levinek a Mustangja lett, ami ott áll éppen mellettem. És az első hely az elvileg itt lesz. Egy 95 körüli gyártású példány. Skyline. Mondjuk az nem nincs, amit itt keressen. Mafiózó. Na, az E34 nyert. Hát, gratula neki. A helyzet az, hogy én most innen elhúzok, a Suprát itt hagyom, hogy még üljön. Majd valószínű, hogy ki kell geteljem holnap egy adminnal. Viszont ez így most elég volt. Még meghallgatom, hogyha valami fontosat akarnak mondani, azon kívül megmegyek, mert hát ültem eleget. Igazából megérte a fáradtságot, kaptam 300 ezer dollárt. 3 órára. Ennyit kamatoznak a 100 milliósok, irigykedtek. Őszintén én csodálkozom, hogy nyertem a Suprával és az F10-zel, nem. Az F10-ben azért több
reményem volt. De mindegy, kimegyünk innen a 25 FPS max zónából, és akkor szerintem beállok taxizni, mert már csapatidő van, és én késtem. Úgyhogy lényegében én nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Remélem, hogy adtátok ezt a kis hosszabb videót. Nagyon sokat fogom vágni, tehát egy élmény lesz, hogy mondjam így. Nem is húzom tovább igazából a szót, én Mervin voltam. Sziasztok! No, kedvi társaim, fogjunk össze, a kérdés az a ver, te is jössze. Miért van, hogy szín minden, ad mint böszme, hogyha ellenem vagy, akkor...